Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, mennybe menetel előtti vasárnapon vagyunk együtt. Jézus tanításának egy tömény összefoglalása a mai igeliturgia. A szeretetről szól, a szeretetről az első olvasmány, amely ki akar áradni, a szeretetről, amely Istentől ered, a szeretetről, amely Isten barátságát ajándékozza nekünk. A Szent Misét egy édesanyának az emlékére ajánljuk föl meghalt rózsáinak. A mai napon anyák napja van. Napokban voltam egy családnál, és a pici gyerekre úgy rájött, hogy az anyja valami kedves falat adott, neki már nem néztem annyira, és picike odament, és az anyjának az alsó karját mind a kettőt átcsókolta. Valahogy mi is így kezdtük még. Aztán el tudjuk felejteni őket. Adjunk hálát az édesanyákért, édesanyáinkért, akár oda át vannak, akár ide lent még. Köszönjük meg őket, és hogy az Isten képünket közvetítették felénk. Ugyanakkor imádkozzunk az elkövetkező nemzedékért, a leendő édesanyákért, a lehetséges édesanyákért, hogy ismerjék fel, hogy a szeretet az életnek a legnagyobb ajándéka és feladata tovább származtatni az életet és a szeretetet. Imádkozzunk az édesanyákért, a leendő édesanyákért. Szeretettel köszöntjük Pisztora Ferenc atyát, akinek több jó tulajdonsága van, az egyik az, hogy ő is szekszárdi. Úgyhogy, de ő szakát növesztett, én még nem növesztettem. Még elkövetkezhet. Úgyhogy Isten hozta Kaposvári Egyházmegyéből. Hogy egész szívvel itt lehessünk ezen a szentmisén, elcsendesedünk, bűnbánatot tartunk. Gyónom, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és halasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, azért boldogságos, mindenkor szetőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, Krisztus, te jelmez,
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidőzünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiben. Amikor Péter megérkezett, Kornélius eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. Állj fel, mondta, hisz én is csak egy ember vagyok. Majd szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte bármely néphez is tartozik, aki féli őt, és az igazságot cselekszi. Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt, mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Péter megszólalt, meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket éppen úgy megkapták, mint mi? Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még néhány napot náluk. Ez az Isten igéje. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Zengjetek az Úrnak új éneket, csodálatra méltó, amit művelt. Diadalt aratott jobbjával, győzelmet szentséges karjával. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Az Úr megmutatta szabadító erejét, igazságosságát feltárta a népek előtt. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét Izrael népe iránt. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Meglátta a föld minden határa, Istenünk szabadulást hozott nékünk. Minden földek zengjetek az Úrnak öröm éneket. Újjongjatok és zsoltárt mondjatok. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt.
testvéreim. Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki szeret, nem is, aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Ez az Isten igéje. Egyen. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, a gazdag és egységes igeliturgia, ha ki akarnánk fejteni, sokáig tartana. A tanmese jut eszembe, a király összehívja a bölcseit, és megbízza őket azzal, hogy írjátok meg ezer kötetben a világ összes tudását. Megírták. És mikor odavitték hozzá, a király mondta, én ezer kötetet már nem tudok végigolvasni,
életem közepén járok. 10 évet adok, gyűjtsétek össze 100 kötetbe. Összegyűjtötték 100 kötetbe. Mondta, hogy már 50-en túl vagyok, nem tudok elolvasni 100 kötetet. Gyűjtsétek össze 1 kötetbe. Összegyűjtötték. Már nem tudok én elolvasni 1 kötetet se. Rövidítsétek le 1 mondatba. És a bölcsek lerövidítették 1 mondatba. Születünk, szenvedünk, meghalunk. És csak 1 dolog marad meg belőlünk, a szeretet. Igazából erről az 1 szóról szól a mai ige liturgia. Másként és másként. Az első, a szeretet ki akar terjedni. Ismerjük Péter is Kornéliusnak a történetét. Ez a találkozás, amiről most szó van az olvasmányban, ezt a találkozást az Úr készítette elő. Először megjelent Joppéban Péternek egy lepedő, rajta tiszta és tisztátalan állatok, és biztatást hall, edd meg őket. Péter tiltakozik, igaz zsidó lévén, a tisztátalan állatokat nem ehetem meg. De újra meg újra hangzik a felszólítás, edd meg. És Kornélius Cezáriában szintén Istentől kap intelmet, hogy küldjön Péterhez Joppéba, és hívja meg hozzá. A mai szakasz innentől szól. Megérkezik a Cezáriából Kornéliusnak a kis küldöttsége, és meghívják Pétert. És Péter ott van Kornélius százados házában. A zsidó nem szokott bemenni idegen vallású házába. Kornélius római katona, pogány. Most bemegy. Kornélius leborul előtte. A zsidó gondolkodásban a leborulás csak Istennek jár. Péter fölsegíti Kornéliust, ne tedd ezt, én is ember vagyok. És beszélni kezd. És hogy hallottuk is, valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. És mondja a beszédet. És egyszer csak valami történik. Péter még be sem fejezte beszédét, a Szentlélek már leszállt mindenkire. Ekkor Péter megdöbben. Mit kezdjen ezekkel az emberekkel? Mint pogány. Nincsenek körülmetélve. Nagyon kényszert érez magában. Ugye az előírás, az első, az Jeruzsálemi zsinaton, ugye ebbe állapodtak meg, hogy aki megtért, ott nem, csak inkább Péternek a gondolkodása volt ez, hogy aki megtért, aki körülmetélt, azt lehet megkeresztelni. Aki magára veszi a mózesi törvényt. Ő még ebbe van. És most hirtelen félrekotor mindent, vallási hagyományt, belső szorongást, aggályoskodást, és megkörösztöli Kornéliust és az egész háznépet. Nagy bátorság volt a részéről. Jeruzsálemi
apostol társai majd elő is veszik érte. De ennek olyan egyértelmű volt ebben a helyzetben, hogy Isten szeretete mindenkire ki akar áradni. A Szentlélekben. Testvérek, elég sok szó esik az új evangelizációról. Mindig mondogatom, ezt már talán unalmas is, hogy merjünk elkezdeni evangelizálni. Prágai bíboros, aki korábban a kommunista diktatúra alatt kirakat mosó volt, meg talán autóablak mosogató benzinkutaknál, így élt, és aztán bíborossá lett. És az egyik szinóduson, ami éppen az új evangelizációról szólt, már meghalt ez a bíboros, jó ember volt, fölállt és azt mondta, mi az új evangelizáció lényege? Azt mondja, miből áll a kereszt? Egy függőleges szárból és egy vízszintes szárból. A függőleges szár az, amely fölfele kapaszkodik, Isten fele. A vízszintes szár az a szeretet. Az új evangelizáció ebből áll. Megkeresni a szeretetre nyitott embereket, akik talán Isten tagadónak, ateistának vallják magukat, de szeretnek. Őket megszólítani, őket segíteni, elindulni Isten felé, aki a szeretet. Mindenképpen a vízszintes szára a keresztnek a függőleges szálon nyugszik. Péter itt Kornélius házában, mikor az egész háznépet megkereszteli, ezt teszi. Ott él benne Isten szeretete, a feltámadottal való találkozás élménye, és minden kicsinyességen túlteszi magát, és megkereszteli Kornéliuszt és házanépét. Így mondja a Szentíró, meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket épp úgy megkapták, mint mi. Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. És Kornéliuszék, a pogányok, a zsidó Pétert marasztalja még néhány napra náluk. Egy nagy egység születik meg, az Istenre talált és az Istent keresők között, a lélek által. Ugyanez a csoda bármelyikünk életében és közvetítésével megtörténhet. Szent Lecke, az első János levél, történelmi szituáció, ugye a századnak a második felében, még annak is a második felében vagyunk. Az első keresztény közösségek már megzakkannak. Egyrészt mindenféle tévtanítás előjön közöttük, másrészt pedig a szociális törődés, gondoskodás is megcsappant az első keresztények között. És utána Efezusban él ekkor János, és onnan írja a levelet. Valószínűleg körlevél volt.
hogy ti alvó keresztények, akiket megosztanak különböző téves tanítások, a szeretetnek az ellangyulása, térjetek észhez. Ebből a háttérből hangzik föl ez a mondata Jánosnak, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Testvérek, mennél inkább felnőttebbek vagyunk, annál inkább ismerjük már, mit jelent szülőnek lenni. Szüleink mit aggódtak értünk. Aki szeret, ismeri az Istent, mert Isten maga a szeretet. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent. Az álmodozhat az Istenről, de nem tudja, mit jelent aggódni. Szerelmeseknek szoktam mondani, hogy a szerelem szakasza az nagyon közel vihet az Istenhez. Mert eddig csak a szüleid aggódtak érted, most már te kezdesz el aggódni valakiért. Már ismered, mi az, hogy aggódni. Isten ennyire szeret bennünket. És ha embermód élünk szeretetben, akkor ismerjük az Istent valamennyire. Isten szeretete, ez a másik gondolat a Szent Leckében, abban nyilvánul meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Nagyon mély mondat. Az előbb mondtam, aki szeret, ismeri az Istent. Most János még egy költ rátesz. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy egyszülött fiát elküldte. Értünk. A keresztény embernek nem kell álmodoznia arról, hogy milyen az Isten. Szeretném idézni II. János Pál pápát, aki azt mondotta, érdemes egyszer végigolvasni a négy evangéliumot, úgyhogy miközben Jézus életének eseményeit követjük, Jézusban az Atyát szemléljük. Ugye, aki engem lát, látja az Atyát is. Én is az Atya egy vagyok. Az Isten nem arc nélküli. Szeretete abban nyilvánul meg, hogy elküldte egyszülött fiát értünk. Jézus arcú az Isten. Ugyancsak II. János Pál pápa mondja, hogy az Isten, Jézus azért lett emberré, hogy elhozza közénk Isten arcát. Az Istennek arca van. Jézus arca. A harmadik gondolat, ami nagyon fontos a hétköznapi életünkre is, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett bennünket. Igen. És akkor minden, az egész teremtés, a személyes létünk, mind a megelőző szereteten nyugszik. Isten szeretet ki akart áradni, ez a teremtés. A szüleink megelőző szeretetén nyugszik a létünk. Istentől ered a lét, a szüleink által.
és ők előbb elfogadtak bennünket, mint mi tudtuk volna őket szeretni. Minden a megelőző szeretetén nyugszik. És tessék, nagyon sokat mondom ezt házasoknak is, hogy házasságban is a fő hangsúly ott van, vegyem észre a párom megelőző szeretetét, és legyek rá válasz. Ezáltal növekszik a szeretet. Még egyszer hadd olvasom szó szerint Jánosnak a mondatát. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket. Ez az egész lét. Így növekszik a szeretetben a házastársi egység. Így növekszik az Isten kapcsolatunk is. Az evangélium gazdag szintén ugyanerre a gondolatsorra épül föl. Ezzel a mondattal kezdődik, amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Ez ismétli szinte, Jánostól volna ez is, ismétli a levélnek az üzenetét, Isten megelőző szeretetére. Ahogyan engem szeret az Atya, úgy szeretlek titeket. Valamelyik biblikus így foglalja össze ennek a szakasznak a lényegét, három szó körül építi föl: szeretet, barátság, öröm. De ez a szeretet, amiről itt Jézus beszél, részéről is egy objektív valóság. Úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya engem szeret. Életét adta értünk. És tovább azt mondja Jézus, ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben. A szeretet az nem valami nagy érzelmek, csak érzelem. A házas hétvégében használjuk ezt a mondatot, a szeretet az egy döntés. Újra meg újra dönteni. És objektív. Tettekben megnyilvánuló. Ha megtartjátok parancsaimat, akkor megmaradtok az én szeretetemben. Egy házasságban, családban, ha nem konkrét tettekben megnyilvánuló a szeretet, emlékszem, nem tudom, kiről beszélek, csak egy házassági történet, hogy a fél nagyon kedves volt a feleségéhöz. Vitt haza még virágot is, de már a mosogató szifonját nem pucolta ki, a feleség könyörgött, hogy valami szöget verjen be, azt már nem tette meg. Szóval Istenünk azt mondja, hogy a szeretetnek meg kell nyilvánulni, a konkrét tettekbe. Olvastuk pár héttel korábban, hogy ne szeressetek szóval, hanem tettel és igazsággal. Ez a szeretet. Gondoljuk meg, hogy teszem-e. A másik a barátság kulcsszava ennek a szakasznak. Ti barátaim vagytok, megint itt van ugyanaz a gondolat, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek, nem mondalak titeket többé szolgálnok, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket. Válveregetően tudjuk ezt a mondatot idézni, hogy mi Krisztus barátai vagyunk. Valóban nem szolgák. Barátai. Néha azt mondom, bárcsak szolgák lennénk, mert a szolga meg úr viszony, az egy szerződős, se nyugvó viszony. Akárhogy is
van a szolga, a viszony megmarad. De a barátságnál, ha nincs találkozás, nincs beszélgetés, ez a házasságra is vonatkozik, akkor elhamvad, elszétesik. A barátság kitüntetés Jézus részéről, de felelősségünk is. A személyes imádság, szentségi élet, Biblia, lehetne sorolni még az egyéb eszközöket. Éle a barátságunk, hogy már csak formális, szertefosztóban van. És a harmadik kulcs szó ebben az evangéliumban az öröm. Azt mondja az Úr Jézus, mi ezt azért mondom el, ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Testvérek, Jézus meg a vallásunk nem megnyomorítani akar bennünket, hanem örömre vezetni. Amikor lelki gyakorlatot tartottam, és ott mondtam ezt a mondatot, hogy amikor az ember imádkozik, akkor élete legértékesebb cselekedetét teszi, mert annál időzik, aki az ő létének értelme. Jézus emberé lett, mi azt valljuk, hogy Istentől indul a lét, Jézus az út, aki elvezet az Istenhez. Mi a hitünkben a lét értelmességét éljük meg, ünnepeljük, és ez öröm. Jézus azért jött és azért tanított, hogy örömünk legyen, mégpedig teljes örömünk legyen. Amen. Hiszek egy Istenben, testvéreim, Isten maga a szeretet. Kérjük kegyelmét, hogy szeretetünket soha meg ne rontsa az önzés méteje. Áld meg, Urunk, szent atyánkat, Ferenc pápát, hogy a szent lélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Hallgass meg! Szüntesd meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést a népek között, magyar és magyar között. Hallgass meg, Urunk! Gyógyítsd ki, Urunk, a világot az önzés betegségéből, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a földön.
Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai becsüljék meg egymásban Krisztus barátát. Hallgass meg, Urunk! Árazd ránk, Urunk, szent lelkedet, hogy tanításod szerint éljünk, mert a szeretet nem csak érzelem, hanem cselekvés. Hallgass meg, Urunk! Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akik a keresztségben fiat képére formálódtunk, általa az igaz szeretet példaképei lehessünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Uram, te hozzád utok, élő vízre szomjazom, közelséged úgy jó én neked. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánok téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jó. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egészben szent egyházban. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét. A régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat. Üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül énekelik. Szent vagy, szent.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László és Tibor püspökeinkkel, valamint az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szolgáidról, különösen azokról, akikért ezt a szentmisét ma felajánljuk. Emlékezzél meg, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, add, hogy mi is részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívvel egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testem szöker. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.